Estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Idén az adventi időszakban érdemes lesz több helyet is felkeresni a városban, ugyanis nem csak a belváros borul ünnepi díszbe. Ugyan még nehéz elképzelni, de itt a Rácz utcában is egy igazi adventi forgatag várja majd az érdeklődőket. Többek között erről lesz szó a mai műsorunkban. Mézes kalácsozás, karácsonyi mesekuckó, ünnepváró muzsikálás ismert előadókkal, betlehemezés és kézműves tárgyak vására is lesz. Minden eddiginél színesebb, ingyenes program kínálattal várja a családok apraját, nagyját az Advent a Rácz utcában programsorozat. November 30-ától december 21-ig szombatonként nyitva áll a kézművesek és mesterségek háza. Nagyon sok programmal készülünk. Mindenféle olyannal, ami eddig is volt, és lesznek új elemek is, amik eddig még nem voltak a Rácz utcában. Ilyen lesz például a Karácsonyfák utcája, hogy várjuk a általános iskolás csoportok, osztályok jelentkezését, akik szeretnének egy fenyőfát feldíszíteni. Aztán, ami érdekesség még, hogy mesekuckót alakítunk ki a kicsiknek, mesét hallgathatnak. A kézműves foglalkozás az eddig is volt mindig, tehát most az idén változatlanul lesz, a Kovács műhelyünk is nyitva lesz, bent is lehet foglalkozást tartani, kint is. Várjuk az óvodásokat, december 7-én, 14-én az általános iskolásokat, akik előadják a betlehemi karácsonyi műsorokat. Nyitva lesz az utca félig, így is mondhatom, tehát kipakolunk a kapunk kívülre is, a szemben levő mesterségek házával összedolgozva közösen várjuk az embereket a programokra. És hogyha minden igaz, akkor a betlehemi szép csillaggal veszi kezdetét tulajdonképpen az egész rendezvénysorozat, ami ugye a Szent István Művelődési Házban. Igen, így van, tehát szombaton 11 órakor lesz a kiállításnak a megnyitója, a mai nap és a holnapi nap gyűjtjük a pályázati anyagot. Holnap este látjuk meg, hogy összesen hányan neveztek, mi lesz az, ami a kiállításra kerül, a zsűri majd eldönti, és akkor onnantól rendezzük a kiállítást. Tehát 11 órakor nyílik a kiállítás, itt pedig 1 órakor itt nyílik a ház, nyílik az utca, és várjuk az érdeklődőket. Egy-két konkrét programelemet ki tudnánk emelni ezek közül, a rengeteg közül, ami... Igen. Minden alkalommal hívtunk olyan csoportokat, akik báb előadást mutatnak be az érdeklődőknek. Ez lehet egy interaktív előadás, lehet egy más jellegű, és nem csak a kicsiknek szól, hanem vannak olyanok, amelyik nagyobb, tehát általános iskolás felső tagozatának is nagyon érdekes, tehát annak a gyereknek is érdekes lehetett. Aztán zenével is szolgálunk többször, hogy eljön az Ars Musica Egyesületnek az énekkarából pártag, eljön a Kákics együttes, eljön Varró János és Berki Lilla népdalénekes. Minden alkalommal 4-5 kézműves várja az érdeklődőket. Filzből, textilekből karácsonyfadíszek készülhetnek, de ugyanúgy gyöngyből, angyalkák, csillagok, vagy nemezelések készülhet valami, vagy csuhéból, egyéb más szálas anyagból készíthetnek ajándékot, vagy karácsonyfadíszt, vagy apróbb ajándékot. Aztán ajtódíszek készülhetnek, tehát minden olyan, ami az advent, ez a karácsonyhoz kapcsolódhat, azzal várjuk a látogatókat. Még a Kovács műhely is kinyit egy alkalommal, és azt is ki lehet próbálni. De nem csak a házak, az udvar is megtelik élettel. Mivel szombatonként jönnek majd szerepelni óvodások, iskolások, készültünk nekik egy kis fellépőzúggal, ahol majd előadhatják a karácsonyi műsorukat. De a Rácz utca sem marad üresen, nem csak a kézműves portékákban lehet majd gyönyörködni. Idén meghirdették a Karácsonyfák utcáját. Azok az általános iskolás osztályok, akik jelentkeznek, feldíszítenek egy fát, amelyet aztán majd egy rászoruló család kap. Reméljük, hogy olyan idő is lesz, hogy nem olyan mínusz 20 fokos zimankó, tehát kézműveseink vagy kint árusítanak, vagy bent, hogyha tényleg azt látjuk, hogy nagy a hideg. Mindenféle dekorációt kiteszünk az utcára, plusz a karácsonyfák ugye ott lesznek, a zene szólni fog. Én bízom benne, hogy jó hangulat lesz december 21-éig, amikor dr. Lukás László néprajzkutató egyetemi tanár úrnak az előadásával, ami 3 órakor lesz, és 5 órakor pedig Varró János népzenésszel, tehát így zárjuk majd ezt az adventi forgatagot.
december hónapjában. Lesz ezen kívül mesekuckó, és idén újdonság a lucanap, ahol székfaragás is lesz. De a hajadon lányok megjósolhatják leendő férjük nevét is. Váci Márk előadást tart lucanapi szokásokról, és hát közben itt már faragni fogják, vagy legalábbis bemutatják a lucaszéket, hogy hogy készül. Megjelennek a lucanapi boszorkányok, akik a jó boszorkányok mesét mondanak, vagy pedig hát annak a lánynak is megjósolhatják, hogy mi lesz a kedvese vagy a férje neve. A foglalkozások december 21-ig szombatonként lesznek, kivéve a december 13-ai pénteki alkalmat. Vízivárosban sem maradnak program nélkül a városlakók. Hangulatos, közös várakozás a messiás megérkezésére. Idén már 6. alkalommal műsorokkal készülnek kicsik és nagyobbak advent szombatjain, hogy a vízivárosi általános iskolában összegyűlve együtt hangolódjanak karácsonyra. Hogyan kezdődik a vízivárosi advent, vagyis az első találkozó alkalom, az miről fog szólni? Az advent első gyertyagyújtása a hit. Mi a családokra fogunk építeni, illetve azokra, akik eljönnek és megnézik ezt a műsort. Nagyon fontos, hiszen a keresztény világ legnagyobb ünnepére készülünk, és azok a családok adják össze egy családi ünnep, erre is építjük rá, számos kis gyermek készül erre a rendezvényre, illetve egy képességfejlesztő, fogyatékkal élő egyesület is, egy iskola fog megnyilvánulni a rendezvényünkön. Nagyon fontos, hogy tényleg családiasan tudjunk készülni, és egy kicsit megállva készül az adventre, illetve a karácsonyi ünnepekre. Számos olyan rendezvényen fogunk eltöskedni, de a legfontosabb a gyerek, hogy meg tudja mutatni az értékét, meg tudja mutatni azt, amit heteken keresztül készül, tanul az óvodába, az iskolába, a második otthonukba, és ezek a nevelők elkísérik a gyerekeket, és úgy tudnak bennünket meg közösen megajándékozni a tudásukkal. Hiszen az intézményeink olyan, mint egy másik családi légkör, ott vannak a gyerekek, ott töltik a legnagyobb idejüket a nap folyamán, és nagyon fontos, hogy közösen tudjunk gondolkodni bármilyen érték megteremtésébe. És a vízivárosi advent ez egy ilyen érték, amikor tényleg a család hasznos része, hasznos tagjai közösen vannak és közösen tudunk gondolkodni. Az első adventi alkalomra mely intézmények készülnek, és egészen pontosan mi mindent láthat, hallhat a közönség? A városrészünkben számos olyan intézmény van, ahol oktatási és nevelési munkák folynak, amik nagyon-nagyon értékesek. A Hétpettyes óvoda, a Szénatéri Általános Iskola, a Hétvezér Általános Iskola, a Ferejcsúti óvodában fognak jönni kisgyermekek, említettem a Frömmjakab képességfejlesztő intézményt, illetve a Kossuth Lajos Általános Iskola gyermekei fognak bennünket megajándékozni karácsonyi meghitünnepükkel. Idén is összefogtak a történelmi vízivárost alkotó területek, 3-as, 4-es és 11-es számú választókör, és közösen készülnek a három adventi hétvégére. Igazi kikapcsolódást tudunk nyújtani mindenki számára, aki ellátogat a vízivárosi adventre, hiszen nem csak a Napsugár óvoda, az Árpád úti óvoda és a Németh László általános iskolai gyermekei lépnek fel, ami már alapból egy olyan lehetőség ad mind a szülők számára, mind pedig a családok számára, hogy kikapcsolódjanak, hanem egy nagyon színvonalas bábelőadás is bemutatásra kerül, amit mindig szoktak imádni a gyerekek, de szerintem a felnőttek is, hiszen kicsit vissza lehet menni így a gyerekkorba, és kicsit ki lehet kapcsolni hétköznapok fókuskerekéből. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki december 7-én ellátogat 3 órától 5 óráig a vízivárosi adventre, a vízivárosi iskola épületébe, az nagyon jól fogja magát érezni, és ki tud kapcsolódni egy picit a vásárlás és a munka okozta fáradalmakat kipihenni. Igen, akartam is kérdezni, hogy miért jó, hogy van ilyen esemény, ilyen közös hát ráhangolódása az adventben? Én azt gondolom, hogy mindenki számára ez a december, november vége, december eleje, ez egy ilyen terhelt időszak. Egy picit hajlamosak vagyunk rástresszelni az ajándékozásra, a munkára, az utolsó évvégi hajtás, még így meg tudja az embert nyomni, és a stressz az nem mindig jó hatással van rá, de hétvége, az advent jó lehetőséget ad arra, hogy kicsit kikapcsolódjunk, kicsit elgondolkozzunk, a családunkkal legyünk, és élvezzük azokat a programokat, amelyeket Székesfehérvár városa kínál. Ez lehet bent a belvárosban, a főutcán, a karácsonyi vásár keretében és az ott megrendezendő programokban, de lehet a vízivárosi adventen is, aki itt a környéken él, annak egy jó lehetőség arra, hogy egy kicsit megpihenjen, elgondolkozzon és felkészüljön a karácsonyra. Mire számíthatnak azok, akik a vízivárosi advent 3.-4. heti gyertyagyújtási ünnepségére érkeznek? Hát a 3.-4. összevont program van, és tulajdonképpen az a vízivárosi magja, a víziváros magjának a programja. Két óvoda van, és egy iskolánk volt, és azoknak a
programja az óvodásoknak és az iskolásoknak. A Vízivárosi óvoda két műsorral jön, a Rákóczi utcai óvoda, és hát a Németh Lászlóba betagozódott vízivárosi iskolások is jönnek. Viszont ami a vége a programnak, és ez nálunk hagyomány, hogy az utolsó szám az mindig egy ilyen egy órás nyugdíjasoknak szánt koncert. Na most ezen a szombaton a gyertyagyújtásra ott lesz a polgármester úr is. Ez is hagyomány, hogy ő megtisztel bennünket az utolsó adventnél. És amit gondolom elmondtak a képviselőtársaim is, hogy azért ez az adventnek mindig egyik kedves pillanata, amikor valamelyik egyháznak a képviselője, katolikus, evangélikus, református pap, azért megadja a hangulatát ennek az ünnepnek, mert azért ne felejtsük el, hogy az advent az tulajdonképpen a kereszténység egyik legnagyobb ünnepére készülődik. És függetlenül attól, hogy valaki ateista vagy hívő, mindenki keresztény Európában, hiszen ez több mint 2000 éve egy keresztény földrész. És én most ebben az évben különösen hangsúlyt szeretnék adni annak, hogy nagyon lényeges az, hogy ezt ki is fejezzük. Hogy ezt kifejezzük azért, mert eljutottunk odáig a 21. század elejére, hogy az egyik legüldözöttebb vallás lett a kereszténység, holott az egész világot behálózza. És én azt gondolom, hogy Szent István országába, Szent István városába igenis ki kell állni, és képviselnünk kell azt, hogy mi őrizzük ezeket a hagyományokat, hogy mi büszkék vagyunk a keresztény kultúránkra, és úgy éljük meg ezt, egy nagyon bensőségesen éljük meg azt, hogy több mint 2000 évvel ezelőtt tényleg a földre született a szeretet. Mert az Isten elküldte a gyermekét nekünk, hogy tudjuk, hogy mit jelent békében élni, egymásra figyelni, és úgy fordulni egymáshoz, és olyan életet élni, hogy csak azt tesszük a másikkal, amit akarnánk, hogy velünk tegyenek. Hogyha ezek a gondolatok egy kicsit hangsúlyosabbak lennének, hogyha ezeket az emberek át tudnák élni, akkor én úgy gondolnám, hogy tényleg szebb lenne a világ. És tényleg nem csak a lelkünkben lenne béke, hanem körülöttünk is. Hát mi ezért rendezzük a vízivárosi adventet, hogy ez a városrész is, és ez a város is tanúságot tegyen arról, hogy még mindig keresztény, és remélem, hogy még a további 1000 évben is az marad. Kézműves foglalkozásokkal, óvodások és iskolások műsoraival, bábszínházzal, zenés előadással kapcsolódhatnak ki a családok, a karácsonyra lélekben is készülők. Természetesen most is a család minden tagjának lényegében készültünk meglepetésekkel, lehetőségekkel. Régi mondatom, de ezt nagyon-nagyon vallom azóta is, hogy amikor megjönnek a gyerekek és a szülők így együtt, akkor tényleg jó lenne, nem csak arról szólna, hogy a mai rohanó világba odafutunk, aztán gyerek fellépett, fölvettük videóra, és utána mindenki hazaszaladt, hanem tényleg maradjanak ott velünk nyugodtan egy kis sütire, egy kis teára, és persze a Vízivárosi Liszi Iroda munkatársainak segítségével jó kis kézműves programokkal is várunk mindenkit az idei évben is, és persze lesz sok-sok karácsonyi zene, meg remélhetőleg lesz igazi karácsonyi hangulat is már most az első adventi hétvégén is, és ugye az idén is 3 adventi hétvégét fogunk megtartani, hiszen úgy számoltuk, hogy valószínűleg az utolsó szombaton, mert tényleg mindenki annyira a családdal van elfoglalva, hogy ebből a kis szép millióból nem szeretnénk kilopni senkit ezekre az órákra, úgyhogy inkább 3 hétvégére koncentráljuk most is az adventi együttléteinket a Vízivárosi suliban, és tényleg vannak azok az emberek, akiket nem tudunk ebből kihagyni. Nyilván a terület önkormányzati képviselői, illetve többek között azok a fellépők is, akik minden rendezvényünkön megjelennek. Vannak jó páran olyanok, akiket nem tudunk egyszerűen tényleg elengedni. Így aztán most is lesz egy nagyon remek bábelőadás, majd a második szombaton a gyerekeknek, a harmadik szombaton pedig a Kározi horvát testvérek érkeznek majd hozzánk, akik hát tényleg elkápráztatták már nem csak
csak az ide látogatókat, hanem szerte a városban minden korosztály tagjait, ez az idei esztendőben is így lesz. Úgyhogy jó kis karácsonyi hangulattal, meg azért persze önmagukat nem meghazudtolva egy kis operettel és egy kis vidám zenével is készülnek majd azoknak, akik eljönnek hozzánk. A programok főrendezője a Vízivárosi Liszi és az Árt Kulturális Egyesület. Hétvégén advent első szombatján 15 órától várják a családokat, a kikapcsolódni vágyókat a Vízivárosi Általános Iskolában. Kedves nézőink, ez volt mára az Esti Mérleg. Én bízom benne, hogy hasznos információkhoz jutottak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!